Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! A legkellemetlenebb feladat a legelső adást megtartani. Ezt általában én szoktam vállalni. Idén nem is előadást lesz, hiszen a programban már meghirdettük azt, hogy a nemrégiben alapított Kulin György díj 2014. évi kitüntetettjének átadjuk a díjat. Hát sajnos a kitüntetett nincs itt, de fel fogjuk keresni majd otthonában, és át fogja venni tőlünk majd ezt a díjat. Úgy hívják őt az MCI elnöksége döntése értelmében, hogy Kósa Kis Attila. Ugye ez a Kulin György díj, ez nem azonos a Kulin György emlékéremmel, ami 2002 és 2011 között lett oda adományozva 10 különböző illusztris amatőr csillagásznak. Ez csak az MCI által alapított, illetve tovább vitt díj, ami, minthogy díj, nem csak egy érmet vagy plakettet tartalmaz és jelent, hanem egy pénzösszeget is, ami ebben az esetben 100 000 forint. Kósa Kis Attila amatőr csillagász barátunkat azt hiszem nem kell sokaknak bemutatni. 1954-ben született, hát idén 60 éves, Nagyszalontán született, ami a magyar amatőr csillagász mozgalom szempontjából egy mindenképpen egy emlékhelynek számít, hiszen Kulin György városa. Azt hiszem már 14-15 éves korától kezdve folyamatosan végez észleléseket. Változó csillag észlelésének a száma kis hiány eléri a 100 000-et, amiben egy rendkívüli teljesítményt tudunk elkönyvelni. Emellett ő csillagászati ismeretterjesztő tevékenységet is folytatott, illetve folytat. Számos cikke jelent meg az erdélyi és partiumi sajtóban. Külön saját kötete is jelent meg, amiben csokorba fűzte a írás, különféle is írásait, amiben nem csak csillagászat, hanem légköroptika, meteorológia és más egyéb területek is megvoltak. Szóval Szászlónak is egy vége, egy nagyon szorgalmas amatőrtársunkról van szó, akit hát majd fel fogunk keresni Nagyszalontában, amikor egy hónap múlva. Itt valamikor a 70-es vagy a 80-as években láthatjuk egy telementorral. Itt pedig 2003-ban, amikor éppen nagyon-nagyon örül, mert a telementort ugye vissza kellett adni a művelődési háznak, és a magyar amatőr csillagászok adományának köszönhetően egy 80x400-as kis refraktort kapott, amivel azóta is folyamatosan végzi az észléseit, alkalmasint több százat is havonta. Tudtunk volna nagyobb távcsövet is neki kiutatni, csak ő kimaradtan egy ilyen kis könnyű távcsövet szeretett volna, amit még akár kerékpár is könnyen ki tud vinni a város határába. Ugye Nagyszalont egy érdekes helyen van, sajnos nem Magyarország már jó ideje, de a 80-as években, ami a legnehezebb időszaka volt az ottani magyarságnak valószínűleg, akkoriban például nem volt fényszennyezés a városban. Egy-két lámpa volt csak mindössze, tehát akkor nem volt probléma állatüvi ellenfényt látni Nagyszalont a főteréről. Tehát most már ott is azért nagyon jelentős és nagyon örvendetes változások vannak. Amellett, hogy persze van Kulin emléktábla, van Kulin szobor, Kulin utca, emellett sajnos hát ez a fejlődésnek a része, a fényszennyezés is jelentősen megnövekedett, és hát ez elől csak úgy lehet kimenekülni, hogyha az ember kimegy a városból. Maga az érem, ez egy újonnan készített érem, ez nem azonos az előzővel, annyiban is kötődik, nem erdélyi, hanem Partiumhoz, hogy Kulin György valamikor 1980-ban volt az egyik. Hol is nyaralt ő? Hova szeretett visszajárni? Keszthelyet biztosan tudod. Hát ott az Erdélyi Szigethegységnek a Viharhegységben volt neki egy ilyen törzshelye, és pontosan tudjuk a fényképnek a dátumát is, amikor ez készült, és az alapján készült az érem. Tehát kicsit összekötjük a dolgokat. Hát ennyi az emlék, illetve a díjról, és hát akkor mondom, hogy szerintem jó kezekbe került.
Köszönöm. Akkor tudom, hogy olvashatatlan. Tehát az MCE 25 éve, az új alakult MCE 25 évéről tartanék egy összefoglalót. Ugye a recepción, ahol a tábornak a szellemi központja csak úgy kisugároz, mint tudjuk, főleg administratív téren. Hát persze vannak kevésbé komoly megbeszélések is, úgyhogy felmerült az, hogy esetleg egy 25 éves összefoglalót tartanánk, de real-time üzemmódban. Tehát 25 éven keresztül folyamatosan elmondanám, hogy mi történt az elmúlt 25 évben, és akkor már itt a végén pedig egyszer mind meg is ünnepelnünk az 50 éves évfordulónkat. Hogy hívják? Galaxy Fying? Vagy hogy hívják ezt a honlapot? Valahogy így hívják, hogy mindenfajta galaxisokban lehet csinálni szövegeket. Ez a Magyar Csillagász Egyesület. Odafönt lent az MCE embléma, háttérben pedig kollázolének egy ilyen fényszennyezés ellenes fényképe található. Annak idején, amikor 89-ben újjáalakultunk, nagyon gyakran lehetett azt hallani, hogy vajon megérje az MCE, az első MCE 2,5 éves időtartamát, élettartamát. Hát most már mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy tízszeresen is túlértük ezt az időszakot. Mindenki, vagy legalábbis sokan olvashattak róla, értesülhetek, hogy hogyan történtek a Magyar Csillagász Egyesület létrejöttének a körülményei. 1946. november 11-én alakult meg nagyon nagy érdeklődés mellett, ami részben Kolin György akkori tevékenység, vagy az előtti tevékenységnek köszönhető. Ugye 41-ben jelent meg a Távcsővilága 3000 példányban, 44-ben alakult meg a Műkedvelő Csillagászati Alosztály, elkezdődtek az igazi amatőr tükörcsiszoló tanfolyamok. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon komoly, mai értelemben vett komoly amatőr mozgalom indult be. És hát 46-ban mondjuk azt, hogy az újjáépítés, az a radikális átalakulás következtében nyilvánvalóan sokan lehettek azok, akik valami nagyon szép és nagyon új időszak következtében is reménykedtek, amikor végre lehet valami újat és jót csinálni. Hát 46-ban ez az új és jó dolog az a Magyar Csillagász Egyesületnek a létrehozása volt. Itt láthatjátok fent az akkori bélyegzőnket, jobbra lent Kolin György, mint alapító. Ez klasszikus felvétel a Tatai Csillagi Vizsgálatban készült, persze jóval később, 46-os, hanem 73-as kép, és a Sánc utca 3/B alatt látható uránia bemutató csillagvizsgáló, amit az MCE hozott létre, akkori állapotát láthatjuk. Ugye milyen érdekes, mint egy kútágas úgy állott a hely, de egy idéglenes bódéval, ami majdnem 20 éven keresztül volt idéglenes, és itt a háttérben ez a szétlőtt épület, ez a Budai Vár, ami nagyon sokáig romos volt, és gondolkoztak azon is, hogy lebontják az egészet, vagy úgy hagyják mementóként. Hát úgy is lehetett volna, hogy az egész város hagyni mementóként, és akkor milyen szépen néznénk ki. De azért csak átalakították, és ismét jó ideje már lakott a Budai Vár. Hát ez egy reményteli időszak volt, 49. Aztán áprilisában fejeződött be ez a reményteli időszak, amikor a társadalmi átalakulásoknak eredményeként az ilyen típusú egyesületeket vagy megszüntették, vagy ledózerolták, vagy pedig integrálták már meglévő, és hát az új hatalom által is legitimált nagy szervezetekbe. Hát az egyesületünkkel az történt, hogy a természettudományi társulat felzabálta, elfogyasztotta, integrálta magába. A történet az talán annyiban is érdekes, hogy miután ez az esemény megtörtént, nem sokkal később Kolin Györgyöt egészen megalázó körülmények között eltávolították az uránia éléről. Olyannyira, hogy 5 éven keresztül még csak munkát sem vállalhatott Budapesten, Budapest területén. Ugye Újpest akkor még nem Budapesthez tartozott 49-ben, amikor ez a dolog megtörtént, és hát ott helyezkedett el a Könyves Kálmán gimnáziumban, ahol van emléktáblája, ahol az ottani csillagvizsgáló az ő nevét viseli. És aztán 54-ben került vissza arra a helyre, ami őt megilleti, és azóta folyamatosan építette. Majdnem 30 éven keresztül, sőt több mint 30 éven keresztül volt az intézmény igazgatója, és egy nagyon, de hogy 30, csak 20 éven keresztül, 54-től 75-ig. De az is egy ragyogó, nagyon szép időszaka volt a mozgalmunknak. 89. januárjában
az ismert társadalmi változásoknak köszönhetően létrejött, megszületett az egyesülési törvény, megjelent a magyar közlönyben, ez nagyon fontos, és utána pedig mindössze egy hónappal később már az MCE újjáalakulása már meg is történt. Február 19-én Kopernikusz születésnapján volt mindez. 120 érdeklődő vett részt azon a közgyűlésen. Bár a mostani közgyűlésünkön vettek volna részt ilyen sokan, de hát az idők változnak. Mik voltak az akkori célkitűzések? Szerintem ezt mindenki fejből tudja, de felolvasom. Csillagászat népszerűsítése, tehetséggondozás, amatőr csillagászok segítése minden létező eszközzel, profi amatőr kapcsolatok, hivatásos csillagászat, amatőr csillagászatnak a minél szorosabb kapcsolatainak a kialakítása. És hát itt egy idézet az akkori és mostani alapszabályunkból is, hogy az MCE munkálkodik a csillagászat társadalmi elismertségének fokozásán. Ez egy olyan mondat, ami minden Kárpát-medencei Csillagászati Egyesület alapszabályában visszaköszön, mert ugye létrehoztuk az alapszabályt, és ezt mindenki lemásolta. Ami valószínűleg azt mutatja, hogy nem volt egy olyan nagyon rossz alapszabály ez. Meg hát mégiscsak kényelmesebb átvenni és valamit alkalmazni, mint valami újat létrehozni. Két hónapon keresztül rágottunk az alapszabályon, még a létre jöttünk előtt. Mi pedig elővettük az 1946-os MCE alapszabályt, és az alapján dolgoztunk. Száraz, unalmas szövegek az én alapszabályok, meg a mindenfajta törvénykezések, de hát mégis sok minden benne van, mit csinálunk, mit tűzünk ki célul magunk elé, és hát tulajdonképpen mi az, amit elfogad egy MCE-be belépő, újdonsült tagtárs. Mert ezt mindig úgy azért el szokták felejteni szerintem. Persze én se úgy alszom éjszaka, hogy fel tudom mondani a teljes alapszabályt, minden 8 oldalt. De hát ugye vannak olyanok is, amelyek nem csak az illetményekkel és a javakkal és a jogosultságokkal foglalkoznak, hanem az egyfajta útmutatást adnak a tagság számára, hogy mi az, amit kéne csinálni. Lehetőség szerint persze együtt és összefogva. És az apróbetűs rész, ami egy kicsit ostobán hangzik, hogy minden tevékenységünk meghatároz az emberi erőforrás léte, hozzáértése, hatékonysága, ezt az emberi társadalom minden egyes szegletére el lehet mondani, de minthogy mi egy olyan egyesület vagyunk, amelyik önkéntes alapon működik, ez benne van az alapszabályban, hogy önkéntes úton tömörítjük, hát nyilván nem erőszakosan, nem kötéllel fogjuk a tagokat, mint régen a verbunkos időszakban. Tehát éppen ugye az embernek nyilván vannak célkitűzései, de azt éppen a rendelkezésre álló hadsereggel, amatőr csillagász hadsereggel, vagy milyen hatásokat tudja megvalósítani. Ugye mindenki a szabadidejét áldozza erre, amennyire vannak egyéni képességi, akkor azokat veti be az egyesület érdekében. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz és nagyon érzékeny, ugyanakkor meg nagyon-nagyon örömteli dolog is egy ilyen egyesületet irányítani, vezetni, figyelni az eredményeit, hogy az emberek a ügyszeretetükből, önkéntes tenni akarásukból, és persze nyilván mondjuk az egyesületnek a direkcióiból milyen eredményeket, milyen újabb sikereket lehet elérni együtt és közösen. Ezt újra és újra az ember hangsúlyozta, az együtt való dolgozás, hiszen azért hívnak minket egyesületnek, mert együtt szeretnénk csinálni, amit vállaltunk. Helyi csoportjaink számosan vannak, itt összesen 20 helyi csoport van felsorolva. Itt Budapestet és a Polaris tulajdonképpen nem is igazi helyi csoportként, de azért csak fel kell sorolni, mint fő bázisunkat. De hát a többi helyszínben azért érzékelhet, hogy eléggé, ha nem is az ország minden pontján van helyi csoportunk, de hát ugye 19 megye van és 19 helyi csoport van, de nem minden, nem mondhatjuk azt, hogy minden megye le van fedve. Hát ezek a csoportok persze különféle intenzitással dolgoznak, hát főleg, hogyha egy 25 éves időszakot kéne áttekinteni, ami lehetetlen, csak felvillantva azt, hogy milyen személyváltozások vannak egy csoport életében, milyen lehetőségek, milyen változások van. Mondjuk a szegedi csoportot is ide fel lehetne hozni példaként, hogy milyen élet volt ott a 90-es években, a 2000-es években. De hát mondjuk vannak olyan csoportok, amelyek sokkal aktívabbak voltak a megalakulás utáni időszakukban, mint jelenleg. Vannak olyanok, amelyek egyenletesen
és nagyon szépen működnek. Például itt van a pécsi csoportunknak a vezetője, Kesztély Sándor, akit szeretettel köszöntünk mindannyian. Ugye Pécsen most egy ilyen újfajta újjászületésnek lehetünk tanulni most, hogy ugye létrejött a Planetárium, egy ilyen begyűjtő helye lett a helyi mozgalomnak. Aztán Tatát is lehetne említeni, ha már itt vagyunk, Komárom megyében 5 éve jött létre a Tatai helyi csoport, és amilyen állapotban akkor volt a csillagvizsgálva, és amilyen, most, amilyen állapotban most van, és amilyen pezsgés van most, abban talán pici kis része van annak, hogy MCI helyi csoportot is indítottak. Vagy hát itt a képen a Dunai Városi csoport, amelyik egyébként a legszorgalmasabb csoport abban a tekintetben, hogy nagyon szépen leadja az éves beszámolóit az Egyesület Titkárságán, amit bizony nem minden csoport tesz meg. Ők például nagyon jó és nagyon rendszeres bemutató tevékenységet folytatnak. Szerintem itt is a szokásos helyükön lehetnek, ott van az a jó kis magas part, az Aratok szobor csoportnál, ahonnan egy gyönyörű kilátást nyílik a Dunára, és aztán utána végtelen benyúló Alföldre. Hát itt éppen szerintem ez a csillagászat napján készült. Igen, csillagászatnapi felvétel. Egy. Hát ott egy nagyon erős ember áll sorba, hát úgy látom. Lehet, hogy majd nem sokára, a következőképpen már előbb lesz. Majd mondjuk itt példakét lehet említeni a kaposvári csoportunk, és Kat is, ami háromszor alakult meg, és kétszer viszont megszűnt. Ez egy érdekes térkép, ugye most a helyi csoportokról, meg az országos lefedettségről is van szó, meg úgy egyáltalán az Egyesületbe való belépési ingerenciáról. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy egy szabadidős tevékenység vagyunk a legtöbbünk számára, és amennyi marad erre a tevékenységre, annyi marad, amennyi lehetősége van a adott delikvensnek, annyi van. És hát ebben a tekintetben nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az irgalmatlan nagy méretű, és hát nyilvánvalóan a gazdaságilag nagyon súlyos fővárosban lakik, teszem azt a 12. kerület egy nagyon jó környéken, vagy hát mondjuk Kelet-Magyarországon, vagy Dél-Magyarország bizonyos aprófalvas településén, ahol hát nagyon súlyos gazdasági gondokkal szembesülnek az emberek. Tehát akinek a betevőre nincsen elegendő, az nyilván nem fog mindenfajta szabadidős tevékenységekre még költeni. Bár nem olyan nagy összeg a évi 7300 forint, hogyha lebontjuk egy hónapra, akkor kicsit több, mint 6000 forint. De hát van, akinek ez számít. És nagyon sokaknak számít. Na most ez egy ugye tavalyi térkép, Magyarország településének vásárló ereje 2013-ból. Ugye lehet érzékelni, hogy minél vörösebb valami, hát nem politikai térképről van szó, mert tudjuk, hogy hogy néz ki az ország. Hát inkább a narancssárga dominál, mint a vörös. De hát egyrészt lehet érzékelni egy ilyen kelet-nyugati megosztottságot, másrészt pedig egy nagyon erős Magyarország közepé felé való sűrűsödést. És hogyha előveszem az MCI-nek a tagnyilvántartását, akkor azt látom, hogy például jelen pillanatban a tagság, az MCI tagdíjat fizető tagságnak a fele Budapest és Közép-Magyarország régióból zömmel onnan származik. Majdnem a fele. Akárcsak a GDP. Teljesen tökéletes a szinten. Na most hát ugye ilyen szempontból tükrözzük azt, amit az ország lakossága már pénzügyileg fel tud mutatni. Ha valaki mondjuk Budapest központúságot mond, akkor többek között azért is van, mert hát így oszlik meg az országban a javak elosztás, ahogy. Tulajdonképpen jó lenne, hogy az egész terület vörös lenne, így egyenletesen vörös. Csak hát az egy illúzió. Ez a vörös sziget, ez itt micsoda? Tiszaújváros? Vagy? Nem, az itt lejjebb van valahol. Hát ez azt jelenti, hogy Lenin város volt valamikor? Érdekes. De ott mitől? Ott annyira erős az ipar, vagy mit telepített? Gyógyszeripar? Aha. Ugye milyen szokatlan. Na. Igen, a fényszennyezés is. És itt a kocsiban például beszélgettünk arról, hogy például Komárom megye a legkisebb megye az országban, de hát azért eléggé jól állnak financiálisan. Mondjuk ez persze nem biztos, hogy mindenki így érzi Komárom megyében, de nem emiatt vagyunk itt. De hát ugye van ilyen, és tulajdonképpen meglepődtem, amikor ezt a térképet megláttam, hogy hát mennyire igaz lehet.
A szakcsoportjaink, akárcsak a helyi csoportjaink, hát változó intenzitással és változó hatékonysággal működnek. Hogyha valaki mondjuk a CCD szakcsoporttal kapcsolatban engem most megkérdezni, akkor azt mondanám, hogy Fűrész Gábor, Boston, nem tudom milyen címén van a Gábor, és hát ugye sajnos ennek a szakcsoportnak nincsen jelenleg igazi aktív vezetője, sőt, hát talán nem is ismerve a magyar amatőr csillagászatnak a gyakorlatát, a CCD technika az valamikor 99-2000 tájékán volt unikum és érdekesség, amikor az Amakam és más hasonló, még a Midicam kamerák elterjedtek, és hát utána jött egy forradalom a 2000-es évek közepétől, a DSLR forradalom, ami a CCD-zés szinte múlt időbe helyezte. Tehát inkább a DSLR technika felé kell koncentrálni, ahogy azért a meteorból lehet is érzékelni. Csillagászat történet, hold, mélyég, nap, istökösök, meteorok, csillagfedések, kettős csillagok, napórák, változó csillagok. Hát ez is egy ilyen szép csokor, és igazából nem is fedi le az amatőr csillagász érdeklődésnek a teljes palettáját, tehát nincsen minden egyes területe helyi csoport, szakcsoportunk. Például a régi MCE-ben, az ősünkben volt olyan, hogy évkönyv szerkesztő szakcsoport. Az is egyfajta szakcsoport. Itt iszonyatosan sok, biztos, hogy jóval több mint 100 szakcsoport ülésünk volt az elmúlt 25 évben. Ezek közül, hát mióta van igazi otthonunk a Polaris csillagvizsgában, nagyon sokszor jöttünk össze. Itt éppen szerintem az egyik napos szakcsoportnak a találkozóját láthatjuk madártávlatból. Adjatok neki valami csontot, vagy nem tudom mit. Vagy legalább egy simogatást, egy jó szót. Idén például lesz még napórás szakcsoport összeülésünk, lesz még, tervezünk egy változós szakcsoporti találkozót, de tervezünk még bemutató és magáncsillagvizsgálók találkozóját is, ami nem egy szakcsoport, csak egy olyan téma, amit nagyon jó lenne ismét egy találkozó keretében összefoglalni. És ezek közül ugye ezek vidékre tervezett rendezvények lesznek. Azért törekszünk arra, hogy lehetőség szerint nem csak Budapesten, sőt, ne csak Budapesten legyenek ilyen típusú találkozók, amennyire lehet szétterítjük az erőinket ilyen szempontból is a nem budapesti helyszínek kiválogatásával. Ugye, Jászberénybe készülünk, ott lesz a csillagvizsgálós találkozó. Ami szerintem, ami egy nagyon, mondhatjuk azt, hogy sikertörténet, hogy egyáltalán itt vagyunk, 88 óta, folyamatosan minden évben volt nagy táborunk, most már ugye találkozónak hívjuk egy részüket, ketté váltak ezek a táborok, az egyik felre most ismét ifjúsági tábor, kimondottan a tizenévesek számára megcélozva, a másik felre pedig mindenki számára. Ugye itt egészen kisgyerekeket is láttok szaladgálni, és hát vannak szerintem jóval 70 fölött járó idősebb amatőr társaink is, tehát az egész spektrum le van fedve, már legalábbis a kor spektrum. Hát azt láthatjátok, tapasztaljátok, hogy a tajrani táborok, azok mondhatjuk azt, hogy tartósan 300 fős érdeklődés felett zajlanak, most már ugye 2006-ban voltunk itt legelőször. Itt eléggé mondjuk stabilizálódott számunkra ez a tábori helyszín. Egy tipikus tarjáni kép. Ne tessék csodálkozni. Ez itt a normális. Az, hogy most véletlenül nem esik az eső, az abnormális. A 88-89 óta vannak most már MCS szervezésben táboraink, és visszagondolok erre az időszakra, egy iszonyatosan sok amatőr volt ezeken a rendezvényeken, hogyha ezeket összeadnám és össze tudnánk adni, csinálni ilyen kumulatív listát, hát akkor nagyon-nagyon hosszú létszám jönne össze. Jóval 1000 vagy akár 2000 fő fölött is, nem tudom. Ezt valamikor egyszer valaki megcsinálja a dokumentumok alapján. De az, hogy milyen körülmények, milyen műszerezettségek mellett kezdtük ezt 25 évvel ezelőtt, mintha egy másik bolygón lennénk most. Igaz, az emberek ugyanazok, némelyik, kicsit már ugye fehérebbek, hajlag,
de nagyon nagy változások voltak. Az első ráktanyi észlőtábornak egy hétnek volt a részvéti díja 800 forint. 800 kemény magyar forint. Ilyen távcsövek voltak, mint Telementor, Telemátor, ami egy nagyon jó Zeiss iskolai távcső volt, de hát kicsik, 6 centisek. Olyanok voltak, hogy mizár, 11 centis mizár reflektor, és akkor azt úgy leborultunk előtt, hogy micsoda fantasztikus csúcs teljesítmény az emberi alkotásnak, a mizár, a szovjet mizár. Egy-két ilyen amatőr csinálmány, Sajó Péternek voltak még profi távcsövei, és aztán ez egy stussz, és nagyon-nagyon kevés volt. Hát milyen autókkal jártunk, azt tudjuk, Trabant Honecker bosszúja volt, de az összes többi szocialista autógyárnak is megvolt a maga elátkozója, Ceausescu és a Dacia. És ma pedig én olyan szívesen járok ezzel a Dacia-val, hogy el nem tudom mondani ezzel a nagy batárral. Kommunikációs viszonyaink, hát szinte izoláltságban éltünk. A csillagászati hírek, csillagászati felfedezések sokszor hetes késéssel jutottak el hozzánk. Most pedig hát már szinte túlzásba esünk. Milyen hisztériós volt legutóbb? Ami aztán nem következett be? Nem a Superholdra gondolok most, hanem a Kamelopardali Dák nevű meteorraj. Hát azért ugye eléggé lángolt az internet e körül, és lehet, hogy pár évvel ezért úgy ment volna el fölöttünk az egész, hogy észre se vettük volna. Tehát nagyon-nagyon megváltozott, de persze nem az MCLT változott meg, hát a világ változott meg időközben. Most ugye hát jóval idősebben, egy generáció idősebben mindenki kocsival jön, szinte mindenki kocsival jön, és hát olyan távcső költemények vannak, és olyan fantasztikus fényképeket készítenek sokan, inkább a középgeneráció, mint mondjuk az idősebbek, de teljesen megváltozott. Tulajdonképpen megváltozott a szemlélet is ezzel a hatalmas kommunikációs robbanással együtt. Lehet persze visszasírni a régi szép időket, fiatalok voltunk, milyen jó volt, így volt, meg úgy volt, meg amúgy volt, kisebb volt talán a fényszennyezés. De hát most egy teljesen kitágult és szabad világban élünk. Nem az a téma, hogy jaj, nem tudtunk elmenni a baráti Szovjetunióba napfogyatkozás expedícióra. 1981-ben hatalmas szervezések útján a legfőbb szövetségesünk nem engedte be a magyar amatőr csillagászokat a napfogyatkozás megfigyelésére, Bratz környékére szerveződött egy csoport. Nem az volt, hogy le kell fizetni korrupciós módon, meg ilyen urambátyám módján az útlevélosztályon az illetékes elvtársnőket, hogy ki tudjon menni mondjuk a krétai expedíciónak a fele Krétára 1986-ban. Hanem az, hogy hát hányszor kéne menni már Namíbiába menni, mert hát ideje lenne már Namíbiába menni, mert ott jó az ég. Tehát nem azt mondom, hogy ez mindenkinek megadatik, de ilyenekben gondolkozunk. Eljutni a déli égre, jó nagyot észlelni, jó képeket csinálni, tehát vagy éppen a Feröer-szigetekre eljutni, fókazsír, meg egyebek, hogy miket terveztek? Szóval teljesen más a világ, és akkor még nem is beszélt az ember a kommunikációs robbanásról, hogy ez a rengeteg fórum, a Facebook feeling milyen módon köti össze az embereket, és ugyanazzal mozdulattal meg el is választja. Másfajta minőség lesz, és ez persze nekünk nehezebb alkalmazkodni, mint a fiataloknak, akik ebbe beleszületnek, vagy akiknek talán már ciki is a Facebook, mert hát ott van a sok vén ember. Leskelődnek. És akkor így ezt fel kéne dolgozni, ezt a mozgalom szervezésének a javára fordítani, ami nem olyan könnyű technikailag, mert hát az érzésem, hogy a virtuális világban nagyon nehéz valóságos világot és valóságos gyarapodást csinálni. De ez egy másik konferencia témája lehetne. Mai nap folyamán két autót lefoglaltunk. A Magyar Csillagászat Egyesület tulajdonában mentek át. A rendszámuk árulkodott. Ugye az MTT, mert a távcsöves találkozó az egyik. Itt van a tulajdonos? Majd megtudja. MTT, a másik pedig egy, hát nem teljes a rendszám, de... Egy új taktársunkat, Prágai Benedeket hozta ez az autó szatymazról.
Aztán más különlegességek is megtörténnek a táborban. Már legyártották a jubileumi emlékbort. A tarjáni tábor ráadásul szintén Tarjában készült, Gyöngyös Tarjában. Te is kaptál? Murányi Lajos taktársunk hozta néhány barátját, meglepte ezzel, és hát milyen jó dolog, hogy ilyenek megtörténnek. Hát ilyen megtörténhet a Facebookon, hogy kapsz egy üvegbort? Nyomhatod a lájkot, haver. 200 000 lájkom van, de nincs egy deci borom se. Hát ezért kell erősíteni a igazi, valóságos, fizikailag is megfogható kiadványok útján. Tudom, hogy most már lassan anakronizmus lesz az, hogy könyv, meg folyóirat, meg papír, és akkor az emberek ugye hatalmas krokodil könnyeket morzsolgatnak, hogy de hát a szegény erdők sírnak, mert a meteort csúnya módon nyomtatják papírra, meg könyveket nyomtatnak papírra, micsoda primitív dolog, minden digitálisan kéne csinálni. Igen, mondjuk azt, hogy digitális könyv. Csak hogyha a környezetszennyezést veszük alapul, teszem azt, hogy van egy nagyon olvasott digitális könyvünk, vagy honlap, vagy akármi. Lehet, hogy nem pontos a technikai, lehet, hogy nem vagyok teljesen képben, de mondjuk azt, hogy 50 000 évig még nyitogatják azt a digitális könyvet, vagy a bizonyos honlap fennmarad 50 000 évig, az vajon mennyi energiát fog felemészteni 50 000 év alatt? Inkább egyszer kivágom a fát, aztán jóval lehet lapozgatni. De az ítélet napig fogy az energia, és növekszik a környezetszennyezés, a környezetterhelés, csak azért, mert az emberek azt hiszik, hogy most ők digitálisan nem tesznek semmit. Persze az a legjobb, hogyha az ember nem csinál semmit, és akkor jó lelkiismerete, mert nem rongálja a környezetét. Főbb kiadványaink, Csillagászati Évkönyv. Ezt 1989-90-ben szószoros értelemben az Enyészettől kellett megmenteni. A gondolatkiadó egy jó gondolattól vezérelve úgy gondolt, hogy most már nem fogják kiadni, mert minek. Ugye előtte még azt csinálták, hogy a harmadára csökkentették a terjedelmét, utána pedig szószoros értelemben, 90-ben pedig már meg is szüntették az évkönyvet, és tulajdonképpen nem mi szorítottuk ki őket a piacról, hát egy ilyen kis bolha méretű egyesület, egy ilyen hatalmas kiadót nem fog kiszorítani, hanem egyszerűen feladták a Csillagászatot. 88-ban megszűnt a Földéség, hogy utána persze újraindítsák. Hát ilyen alapvető kiadványok voltak veszélyben a 80-as évek végén, 90-es évek fordulóban. Persze ez egy nagyon nagy változás volt ez az időszak, szó se róla, hát egy nagy strukturális gondolkodásbeli, finanszírozásbeli változás volt, mert ezt valahogy kellett kezelni. Mert ott szintén meg akarták szüntetni, mert hogy nem éri meg kiadni. Hát egy ismertesző társaságnak miért szempont az, hogy valami nyereséges vagy veszteséges, meg kell oldani, kiadjuk. Hát annyira nyereséges a Meteor, a mi kezünkben. Kézikönyv lett a legsikeresebb kiadványunk, ez most már összesen 7000 példányban fogyott el. Dolgozunk a következő kiadással, ami nagyon más lesz, mint az előzőek voltak. Türelmet kérünk. Pannoni Török Aurélnak ezek a kultúrtörténeti kötetei, most már szóval a 6. tartunk, ezeket nem kell bemutatni. Nagyon érdekes és fontos szelete a csillagászati művelődésünknek. A sok közül az egyik érdekessége a Magyarok a Naprendszerben, és azon túl Sárneszki Krisztián amatőrtársunk, most már nem is annyira amatőrtársunknak a munkája. Szerintem nagyon sok értéket állítottunk elő, amelyek, ha nincsen MC-je, valószínűleg nem jöttek volna létre, vagy nem ilyen formában jöttek volna létre. Ez múlt évben jelent meg a Csillagászati Kutatóintézet felkérésére egy elég jó, szerintem egy elég jó és elég szép kivitelő ismertető füzetet készítettünk. Itt lehet látni, hogy itt a legfőbb szempont az, hogy a támogató is ott legyen, talán túlságosan nagy mértékben is. Hát végül is a mostani és a elmúlt néhány évtizedbeli piszkéstetői tevékenységről szerintem egy elég jó átfogó képet adtunk. PDF-ben is le lehet szedni az intézet honlapjáról. Emlékeztek még arra, hogy MTI? Itt MTI, legalul, mint a legkevésbé fontos. Hát az MTI az valamikor egy nagyon-nagyon fontos intézmény volt kommunikációs szempontból. Például országos sajtószolgálat, ami az MTI-nek volt egy alegysége, hogy oda eljuttattunk valami fajta hírt, hogy perzeid a kitörés lesz,
persze, de maximum lesz, hát akkor az emberek felbojdultak. És elég volt csak oda eljutatni, nem az, hogy most ilyen rengeteg önjelölt kereskedelmi, vagyis hát nem kereskedelmi, Bulvár TV és Bulvár csatorna és Bulvár kanál is, egyenként mindenkinek elmondani ugyanazt lehetőség szerint szenzációs csomagolásban. 20 évvel ezelőtt volt, 21 évvel ezelőtt, 1993-ban, amikor igazából úgy országosan ismertebbek lettünk, amikor elég volt egy magyar televízió híradóban elmondani egy jövendőlést, egy előrejelzést a Perzsid a maximummal kapcsolatban, és több tízezer ember kint volt az ég alatt, és egy borzasztó jó éjszakát töltött kint. Azzal együtt ugye elmaradt a nagy kitörés, viszont nagyon sokan életükben először láttak egyáltalán meteort. És ez egy téma volt, másnapi, harmadnapi napilapokban pedig egymás után írték a tárcák is, és ezt a helyzetet elemezték, és ez egy valóban egy fontos dolog volt a közemberek számára is. Hát ma már az erőteljes jelenet változott. Faxon kellett küldeni ilyen mindenfajta híradásokat, hírleveleket kiküldeni. Ez 92 és 2009 között zajlott, azóta már nem csináljuk, hiszen van egy hírportálunk, ami már 2008-ban kapott egy évhonlapja díjat, és egy bizonyos szempontban egyfajta referenciává alakult át. Lassan már az is 10 éves lesz, hogy szállnak az évek. Majdnem 20 éves a honlapunk. Az első években azt se tudták az emberek, hogy eszik vagy isszák. Otlap. Volt, aki otthoni oldalnak fordította. Homepage. A homepage az teljesen hétköznapi használatban volt, még amíg a honlap el nem terjedt, és ez egy nagyon jó magyarítás végül is. Hát a Polarisnek már 2001 óta van, nem egy fontos honlap, csak hogy legyen neki. És hát ott vagyunk a Facebookon, a szent Facebookon már 5 év óta. Aki nincs ott, az nem is létezik. Lecsúszott valami nekem most itt. Nem a Facebookon csúszott, hanem a James Bondnak a mikrofonja. Ugye nem feltűnő. Emlékeztettek még az Ivivre? Mi az? Mi volt az? Isten nyugosztalja. Idén múlt ki az Iviv. Hát a Csillagváros, azt ismeritek még? Tehát még vannak ott emberek? Tudom, hogy vannak. Ez 5 évvel ezelőtt még úgy indult, olyan munkacímen indult, hogy Astro Iviv. Ha szerencsére nem ez lett a neve, nem is lehetett volna nyilván. De hát akkor még alig 5 évvel ezelőtt, hát még csak ma volt, annyira fontos volt még az életünkben az Iviv. Ki gondolta volna, hogy így változik a világ? YouTube csatorna, az is van. Oké. Okay. 900 videóval. Ugye ez egy nagyon nagy probléma a taktoborzás szempontjából, meg úgy igazi közösség kialakítása a szempontjából, hogy nagyon sok ember örömmel megnézi a YouTube csatornára feltöltött anyagainkat. Azt tudjuk, hogy milyen népszerűek ezek az anyagok. És szeret is minket, melegen gondol ránk. De úgy értem, hogy meleg érzésekkel gondol ránk, nem? Elég meleg van bent. És aztán ennyi. Tehát ebből nem lesz még egy lájkot csak kapunk. Egy kicsi kis huncot lájkot. De attól, mert szeretettel gondolnak ránk, attól még nem lesz közösség. Még attól még ezek a szimpatizánsok nem integrálódnak az egyesületbe. Hát addig, amíg ilyen irgalmatlan mennyiségű, több ezer órányi letölthető, megnézhető videó előadás van fönt az interneten, amihez nem kell belépni az MCR-be, nem kell emberekkel találkozni, hanem elnézegetni otthon. Egyébként még mindig inkább ezt nézzék, mint mondjuk bármi mást. Addig nagyon, sőt, valószínűleg egyre nehezebb feladatunk lesz a tagoknak a betoborzásával. Ez érzékelhető is különben az utóbbi néhány évben eléggé kezd csökkenni az új belépőknek az aránya. Nekem meggyőződésem, hogy egyre több és több ingyenes anyag az bizonyos szempontból visszatart, amennyire vonzó, ugyanannyira visszatartó is lehet egy ilyen közösség építésében. Nem tudom, más egyesületeket, ilyen nagyméretű egyesületeket, mint mi vagyunk, mert Magyarországon 1500 ember, az nagyon sok egyesületi szempontból, hogyan működnek, milyen logika szerint építik magukat, azt én nem tudom, de én szerintem nálunk ez egy probléma. De mondjuk vegyük alapul a néptáncot, ahol mindenképpen, tehát interneten nem lehet néptáncolni virtuálisan. Tehát nem lehet megforgatni a csajt, és viszont. Hát ott nyilvánvalóan lehetetlen az, hogy az emberek ne találkozzanak személyesen egymással.
Csillagászatban borzasztóan jól el lehet lenni, annélkül, hogy akár a büdös érben is találkoznánk a csillagászkodás szempontjából. Ugye ez egy eléggé befelé forduló, szemlélődő, magányos, inkább magányos, mint csoportos hobbi, hogyha az észlelési oldalt veszük. Én se szeretem, hogyha körülöttem ugrabugrálnak emberek, és kiordítják a fejemből az észleléseket. Tehát ugye ez a kettő kéz a kézben jár, nyilván nem valószínű, hogy nálunk a legtöbb igény mondjuk a körtáncra. Ez egy honlap 1995-ből, tessék, most lehet nevetni. Itt van körünkben Tóth Krisztián, aki ezt alkotta? Nem, most a recepción ténykedik. Hihetetlenül nem volt rajta semmi, és van köztük. Ezt jól ismeritek, ez, vagy 8 éven keresztül ez volt a honlapunk, most már nem ez. Hírportálon egy érdekes, az új hírportálon is meg lehet találni azt, hogy a magyar kutatók, a magyar csillagászatnak az eredményei külön ki legyenek emelve és bemutatva. Ez borzasztóan fontos, és szerintem nagyon rossz hatás fogja csinálni a magyar tudomány a saját eredményének a bemutatását. Miért nem? Ugye vannak ezek az ismertesztő csatornák, hát ott irgalmatlan mennyiségű fordított anyag, külföldiből fordított anyag található, magyarított, szinkronizált anyag található, és nagyon-nagyon kevés van a magyar kutatókról. Hát megszűnt a Delta a magyar televízióban például, mert hogy nem is tudom miért, mert nem érdekli az embereket, vagy akkor ne is csináljuk. Hát egy kis adalék ahhoz, hogy Polaris. Ezeket ismeritek. Ami nagyon fontos szerintem, az a tehetséggondozás, a fiatalok, mert kifognak ez a fajta közösségi élet, ami most még virágzik Magyarországon, ki tudja, mi lesz 20-25 év múlva. A Z-generációról hallottatok? Akik elektronikusan kommunikálnak egymással. Hát az E-generáció tagjai azok úgy tűnnek el az MCE tagságból, hogy nem öröm nézni. Pontosan lehet tudni a tagnyilvántartóból, hogy az utóbbi 5 évben megfeleződött a 25 éven aluli tagoknak az aránya. Tehát ez mintha kihalnának. Nem, egyszerűen nem lépnek be, nem integrálódnak. Szintén fel sem merül az, hogy a Facebookon túl, vagy bármifajta platformon túl van valódi kapcsolat is. Van valódi találkozás is. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly probléma, amivel nyilván mi nem tudunk sok mindent kezdeni, csak hát tudni kell róla, hogy van. Itt a személyes foglalkozás az emberekkel, a gyerekekkel, az mindennél fontosabb. A Polarisban lehet látni Görgei Zolit a kicsikkel, a 8-12 éves korosztálya fent a Horvai Feri, akinek a középiskolás szakkoriban most már majdnem 200 gyerek megfordult 2001 óta. Jó, persze, a többségük eltűnik, de hát azért mégiscsak kapott valamit, és én láttam azt, hogy a régi szakkoroseink összejárnak, és tulajdonképpen a csillagászat érdeklődő kicsit olyan béna, olyan kockafejű, nem ilyen jó kis trendi parti arc gyerekek ezek a csillagászkodók. Ezek itt találnak igazi közösségre a mi szakkörükben, itt a Polarisban. Mert hogy ezek végre közös témában tudnak egymással találkozni. Ugye a saját osztályukban számkivetettek. A hülye csillagász. Hát ezt annak idején mi is megkaptuk, de hát nem egy hülye csillagász volt a mi osztályunkban, hanem mondjuk 3. Arányában teljesen más. És akkor már kaptak valamit. Tehát, igen, ez mindig szoktunk ezzel hősködni, hogy hát ez 2005/2006-ban volt, amikor a Polaris szakkör első volt. Ez egy angol nyelvű verseny volt, és a mi lányaink voltak a legelsők. A Keresztüri Ákos volt, aki felturbózta őket. És hát itt ez a trafóház, ez az Európai Déli Obszervatóriumnak az egyik távcső egység. Egy 8 méteres üvegkorong van benne, amit távcsőnek használnak. Tehát ez egy nagyon nagy élmény volt a lányoknak mai napig. Járda csillagászat, hát tudjátok, hogy milyen régi ez a szó? 5 éves. Ugye mindenki azt hiszi, hogy már régebbi, nem csak 5 éves. A csillagászat évében ment be a köztudatba. Itt például, tudom, hogy nagyon sokan csináltok járdázást. Itt például a Tehetségek kertje, ez 2013-ban volt a Nemzeti Múzeumnál. Ugye mindig csinálnak ilyen kampányszerű gyerek csábító
tudományos pedofil programokat. Tehát ugye borzasztó a közoktatás állapota, ami a természettudományokat illeti. Hát ott kéne a gyerekeket megfogni a fülüknél fogva, ott kéne bevonzani őket, nem pedig ilyen egynapos kampányokkal rugdosni őket, de ez legalább látványos. EU-s támogatással egy napig tudományok. Kertje van meg, mi van még, kutatókészakája van meg, ilyenek vannak, és utána pedig lehet látni azt, hogy most már egyel kevesebb kémia tanár jelentkezett az ELTE-n, mert tavaly még 5 volt, most már csak 4 van. Sikerült heroikus munkával. Tényleg ilyen számok vannak, tehát lehet, hogy 35 ezeren lájkolják a Facebook oldalt, hogy az egész nem sokat ér ebből a szempontból, az is igaz. Tehát ezen is ott kell lenni, félreértés nélség, ott kell lenni, mert ott vannak a potenciális célszemélyek, a gyerekek. Csak aztán az a baj, hogy legtöbb helyen nem lehet azt mondani, hogy oké, kisrác, jó volt belenézni a tárcsőbe, de van egy jó kis szakkörünk, hány éves vagy, 12, akkor gyere a szakkörünkbe, és járjatok szakkörbe. Nagyon sok helyi csoportunknál én azt látom, hogy csak járdacsillagászat van, de utána nem tudom hova tovább léptetni a gyerekeket. Molyón nálatok van szakkör? Hát igen, ugye az is ember, meló, nagyon sok munka, élő munka. Igen, de ez a planetárium is, és hát nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ezen túl is heti rendszerességgel elkapnak a srácoknak a fülét, és nem csak negyed évente, vagy fél évente, vagy kutatók éjszakájánként távcsövesztetni a járdán, ami persze fontos, hanem még utána épüljön rá valami más is. Persze csak egy predikáció, mert tudom, hogy nincs elég katonánk. Év asztrofotósat. Ez egy angliai verseny volt, biztos olvastatok róla annak idén, még az Index is írt róla. Robottávcső kategóriában lett az első uramisten robottávcső. Hát még 10 éve ezelőtt is a professzionális csillagászatban is egy szinte megoldhatatlan probléma volt a távészkedés. Talán az EZO-nál tudtak valamit csinálni, de elképzelhetetlen volt ezt megoldani. Most meg hát befizetünk X összegű lóvét, átutaljuk, és akkor lehet robottávcsövezni. Hát micsoda kép ez? Kisemre merem mondani, mit gondolok róla. Szóval nagyon jó. Sok-sok ballépés, meg egyéb mellett azért voltak jó dolgok is az ég alatt. Észlésekről keveset beszéltem, engem igazából most már kevésbé foglalkoztat, ez inkább a csillagászat és a társadalom kapcsolatai azok, amik engem érdekelnek. De hát mekkora dolog volt 4 évvel ezelőtt, február 28-án az a borzasztó tűzgömb, ami átszágúdott fölöttünk, és aztán végre nagy nehezen újra sikerült meteoritokat találni, ráadásul ilyen fantasztikus esemény után. Hát nem mi találtuk meg, cseh kollégák voltak, akik kiszámították, mert hát a csehországi meteor tudomány az nagyjából 5 milliárd fényéve jár a magyarországi előtt. Hát ott nem amatőr szinten, hanem teljesen profi szinten csinálják. Most voltunk kint Prágában, és többek között Ondřejovban is, és ott mondta a kolléga, azt hiszem, hogy a ismert, tehát lehullott tűzgömb, nagyon fényes tűzgömb az égen, és akkor valami leesik belőle, és azt azonosították. Ilyen esemény, hogy tűzgömb fotók alapján, hogy megtaláltak volna meteoritot, az 36 esetből 28 csehországi számítások alapján történt meg. Az összes többi az futottak még a világ. Tehát ők ebben nagyon jók. És nagyon jó volt velük együttműködni, és Kassa mellett 64 darab meteoritot meg is találtak. Miért jó az MC-je? Ugye az embereket összehozza. Olyanokat, akik a büdös életben nem találkoznának egymással, talán még a Facebookon se lájkolnák egymást, még ha macskás posztokat raknak ki, még akkor se. Hát ugye emberek találkoznak, és mindenfajta fejek összedugódnak, és mindenféle szikrák kipattanak. Hát így született a Hetnet, ami egy igencsak magyar, vagy magyar eredetű sikertörténet. Itt van a Bakos Gazsi. Ott van Bakos Gáspár, itt még kicsit hosszabb haja. Hát ő volt az egész programnak a szülő atya, és nem csak ő volt most is az. Hát az exobolygó felfedezésének egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó eredményes csoportja volt. MC-tag mind a 3 fickó.
Gazsi is vállalja az MCL tagságát, úgy tudom, sőt, hát persze, Sáripari, a Mánika gyártó, és a Papista, aki meg ugye szoftveres. Itt hol vagytok, Izraelben? Igen. És magyar örökségi díjat kapott a csapat, amiben talán még a rovatvezetőnk Szkenár Tamás is. Fényszennyezés, akkor most Korlát Zoltánt kell megszólítanom, aki itt van körünkben. Hát az, hogyha bármilyen oldalt lehet létrehozni agyon lájkolva, hogy hát mennyire jó pofa dolog a fényszennyezés, meg az ellene való fellépés. Ha nincsen mögötte szervezet, ahol ugye bemegy államtitkárhoz, megpöcköli az áramtermelőknek az órát, felhívja a figyelmet arra, hogy gyerekek, kedves világítás technikusok, amit csináltok, az nekünk maga a tragédia, vagy legalább próbáljunk valamilyen középutat találni, vagy hogy megszülessen, van legalább egy olyan szabályozás, amit ugye nem vesznek figyelembe, de legalább van, amit lehet hivatkozni, hát ez nem jön létre egy virtuális csapattól. És az Oli a megmondhatója, hogy milyen sokat dolgozott ő ezen. Azt hiszem 2 éve fogadták ezt a szabályozást, azért talán van neki foganatja is. Hát valami pislákol a fejekben a fényszennyezéssel kapcsolatban. És ami szintén az Oli csillagos égbolt park, mint fogalom, és parkok, mint fogalmaknak a bevezetése Magyarországra. A legelső a Zselici volt, kapta még a minősítést, és talán évvégén, inkább jövő év elején pedig most már lesz ott egy nagyon komoly látogatóközpont is. Hát ez a Facebookon nem jött volna létre. Csak virtuálisan, amire mi sokra megyünk. Ez még mindig az MCE. Most már sorszámunk már 6100 valamennyi körül van. Mit mondunk, mit nevezünk aktív taglétszámnak? Mondjuk azt, aki befizette a tagdíjat. Ez persze bruttósítás, mert én azt vettem észre, hogy hát vannak ilyen drámai számok. Például a múlt évhez képest idén 270 tagot elveszítettünk, akik a tavalyi évhez képest idén már nem fizettek tagdíjat. Lemarzsolódás, elkedvetlenedés, érdeklődési, van, aki elköltözik, hát sajnos vannak néhányan, akik elhunynak. Tényleg ez olyan, mint egy kis falu, ami mi közösségünk a létszámát tekintve. Tehát nyilván vannak ilyen tragédiák is, hát ilyen szomorú dolgok. De hát a lényeg az, hogy egy nagyon jelentős, majdnem 20%-os fluktuáció van évről évre, hogy eltűnik a tagok közül 250-300 ember, aztán jön helyette ugyanannyi. Most már nem jön ugyanannyi, úgyhogy szépen lassan csökken ez a létszám. De még egy dolgot ugye megértettem az évek során, nem mindenki kötődik ám az MCE-hez az alapszabály sorainak megfelelően. Egyszerűen akár akarva, akár jó szándékkal, akár rossz szándékkal, nem rossz szándékkal. Azt nem mondom. Tehát úgy fogják fel, mint ez egyszerű előfizetési díj lenne. Előfizetek XY kiadványokra, aminek nem előfizetési díja neve, hanem tagdíj, de az engem nem érdekel. Jövő évben nem fizetek elő, és nem érdekes. Tehát az, hogy neki van egyfajta kötődése ez a társasághoz, ott a benne beleszólási joga abban, hogy mit csinálunk, közgyűlésen megszólalni, nem csak a szavazaton túl is előadni valami jó kis projektet, gyerekek, csináljátok ezt meg, az már nem biztos, hogy megfordul annyira ezekben az így gondolkodó fejekben, de hát ezzel mondjuk én nem is akarok senkit se elítélni ezzel, csak tapasztalom a tényt, hogy sokan pusztán, csak előfizetési díjként fogják fel az MCL tagságot. Annak idején, amikor én az OSZ-be jártam vívni, akkor volt, hogy kihagytam 6-7 hónapot, és akkor az volt, hogy na most akkor kis barátom, fizessed be szépen visszamenőleg a tagdíjat. Tehát, hogyha most ezt csinálnám egy olyan amatőrtársadal, aki mondjuk 15 évig nem volt MCL tag. Na most nézzük csak meg, hogy volt ez. Hát ez nagyon népszerű döntés lenne, igaz? 70-es években 40 forint, az 50 forint volt a tanulóbérlet egy hónapra, a BKV bérlet. Nem volt olyan nagyon kis pénz, főleg, hogy az embernek egyszer kellett befizetni 500 forintot. Most már emlékszem, hogy 500 forint volt a hátralékon. Vajon egy csillagászti egyesület tagdíjának van-e akkora értéke, mint mondjuk egy teniszklubban?
egy teniszklubnak. Mennyibe kerül egy éves teniszbérlet? Van, aki teniszezik? Senki? Vállaltan? Hát nagyon sok 10 000 forint. És akkor inkább fölfelé menjünk, ne a 10 000 felé tartsunk. Persze nyilván attól is függ, hogy mennyire vesz igénybe a sportklubot. Én ott látom, a Polaris mellett van teniszpálya. Teniszpálya bérlete mennyi egy órára? 2000 forint? Mennyi az MCL tagság? Egy egész évre? Kinek mi a fontos? Amit igazából nem tudtunk elérni, vagy csak közelítünk hozzá, annak ellenére, hogy itt vannak körünkben kitűnő szakcsillagász tagtársaink, hogy azért a szakmában érzésem szerint annyira nem sikerült behatolnunk. Vannak bizonyos fehér területek, ahol szinte alig-alig vannak MCL tagok, pedig nagyon jó lenne, mert így lennénk erősebbek, és jobb lenne a kommunikáció is az amatőrök és a profik között. Mert szerintem mind a két társaságnak van mondani valója a másik számára. Ami az agyamra megy. Médiában, és elsősorban a bulvár médiában, ez a média 99%-át jelenti most már szerintem, mert a közszolgálatban is ugyanaz a mentalitás kezd teljes egészében dominánssá válni. Mondjuk leszámítva teljesen nézhetetlen és unalmas beszélgető műsorokat, ott állandóan másodperceként robbantani kell. Olyan értem, hogy szenzációbombákat. Mert szegény hülye néző még a végén elkapcsol, vagy netán elalszik. Ezért van olyan, hogy... Ismeritek ezt az állatfajtát? Jó, hát ez nem a médiának a bűne. Ez olyan kis aranyos édi-bédi dolog. De hát én már beszéltem olyan emberrel, aki hiába tettük közé mindenfajta gunyoros cikkek keretében, hogy hát ez egy távol-keletről származó, nagyon, nagyon érdekes szokás, csak semmi közünk nincsen hozzá, viszont ne tessék már azt hinni, hogy jönnek az UFO-k, mert hát ez nem olyan, hanem emberek csinálják. Hát van, aki nem hitt el, mai napig is úgy ér, hogy jönnek az UFO-k. Támad a Mars. Elfelejtettétek? Hát 2011-ben a legöregebb, hogy hívják ezt az állatfajtát? Kiemelt hozzászóló. A legöregebb kiemelt hozzászólók sem emlékeznek talán már a távoli 2011-es évre, amikor végre megdöglött a Mars. Hát ezt azért a bulvár is felerősítette, bár akkoriban még fontosabbak voltak a lánclevelek. Hát én láttam olyan beszélgetős műsort, TV2, amiben egy nagyon jó nevű geológus, ismeretterjesztő kolléga hosszasan ecsetelte azt, hogy igen, milyen érdekes, hogy 2011. augusztus 27-én milyen nagyszerűen látszik majd a Mars, mert éppen föld közelben lesz. Utána se olvasott. És a médiaharcos pedig lelkesen mosolygott, somolygott és lájkolta az eseményeket. Én meg gondoltam magamban valamit, de hát most... És hát itt van a legújabb állatfajta. Igen, minden, ami rossz, megtalálható benne. Hát itt ez a hatalmas nagy különbség, hogy egyrészt az a 30%-os fénytöblet, az a, amit ugye nagy dobra vernek, az a holttávhoz képest értendő. Nem az átlagos számolják a fiúk, mert akkor már csak 15 lenne, vagy 11. Tényleg, hogyha mondjuk szabad szemmel látszan a Petavius, akkor az én is kimennék. Már az csetinten az ember, hogy ez tényleg egy szuper hold. De hát ugye a naív laikusok, köszönjük meg a NASA-nak is, nagyon alaposan, biztos valamilyen gyakornok csinált ezt a legutóbbi híradást, vagy a space.com nevű bulvárcsillagászati portál, az APOD, milyen képeket tesznek fel az APOD-ra, Uramisten. Van egy videó, amin egy hülye gyerek táncol szerte a világban, különféle főtereken, és ez egy csillagászati képnek minősíthető. Tehát nagyon-nagyon elbulvárosodott a világ. Hát sokat kell mondani, mondjuk több éven keresztül szuperholdat, és akkor rögzül az emberekben, és akkor én leszek a gazember, amikor felhívom van figyelmet, hogy nem, ez az egész egy baromság. Te nem látsz semmit, mert nem láthatsz. Nem, hold illúzió van legfeljebb, amikor látják a teleholdat felkelni, hogy hú, de nagy.
azt a minden, most tényleg szuper. És lehet aranyosan lájkolni és tapsikolni, ugrabugrálni. De nem látnak az emberek semmit valójában. Na, ez a bulvár. Térjünk vissza 2014-re, nem tudom, mi lesz 25 év múlva. Jók ezek a kis óvodás gyerekek. Néha bejönnek hozzánk a Polarisba. Más óvodások is viselnek ilyen láthatósági, vagy anti-elveszős mellényt. És aztán pár év után megnőnek, és ott beengedik őket a parlamentbe, és ki lesznek tüntetve. Hát valami kevés közünk van ehhez is, hogy a kicsik, a legkisebbek eljönnek hozzánk, és kicsit csillagászkodnak, és hogy a szinte felnőttekhez is van némi kis halvány közünk, akik meg a parlamentben a miniszter úrtól átveszik az elismerő oklevelet, mert hogy kiválóan szerepeltek a csillagászati diákolimpián. Nem csak az MC, hát hiszen ott Hegedűs Tibi ott van, aki az egyik fő hajtó motorja, Udvardi Tibor, aki a könyvesben fizikatanár, ő is nyomja ezt a témát. Ezek nagyon szép dolgok, és legalább halványan valami utal arra, hogy mégiscsak valami érték van abban, amit csinálunk. De most már mindig Klebelsbergre szokás hivatkozni, most már sokkal inkább, mint korábban. Tudjátok, hogy mennyi volt Klebelsberg idején a oktatásra, tudományra költött GDP? 9,5%. Amikor nem volt magyar hadsereg lényegében, most nincs. Viszont más hangsúlyok voltak, és más hangsúlyok vannak ma. Most már mindenki megunt engem, én is magamat. Úgyhogy... Köszönöm. Köszönöm.